Szép jó estét kívánok, köszöntöm az Agrárinfó nézőit. Az elmúlt héten Megyeri Zoltán kollégámmal Székelyföldön jártunk, és betekintést nyerhettünk a juhtenyésztés világába. Berbécsvásáron voltunk, Székelyföld fővárosában, Csíkszeredán. Nézzük meg az összefoglalót. Harmadik alkalommal rendezték meg Hargita megye székhelyén, Csíkszeredában a Berbécs szakmai napot. A kiállítással egybekötött vásáron 40 juhtenyésztő gazda 12 fajta juhot mutatott be, az ömében tenyésztőkből álló nagy közönségnek és az érdeklődőknek. A mezőgazdaság, illetve az állattenyésztés fenntartatóságának egyik záloga egy ilyen találkozó. Azt hiszem, jó itt körbenézni. Van ennek múltja nyilvánvaló, de mi a hozadéka évről évre? Hát, köszöntök minden fehérvári agrár tévénézőt, és fehérvári székelyt, már jó sok van belőlük most már. Igen, az első válaszom, hogy ez alulról jövő kezdeményezés, ugyanis térségünkben nem volt korábban ennek nagy hagyománya, hogy berbécsvásárt tartsanak. Az emberek tartottak tavasszal és ősszel állatvásárokat, de az nem volt kiélezve valamire. Itt most azért van ez a berbécsvásár erre az időszakra kihegyezve, hogy fogalmazok így, mert hogy nálunk egy hónap múlva teszik be a berbécseket a nyájakba beregni. És előtte kell adjunk egy lehetőséget a gazdáknak, ahol újat vért frissítsenek, újat vásároljanak, a régit lecseréljék, ugyanis 3 év múlva mindig cserélni kell az apállatokat. És ez a dolog a harmadik alkalommal kerül megszervezésre, és amint mondtam, egyszerű juhász emberek beszélgetéséből született meg, hogy erre van egy igény. Erre van egy szerencsénk is, mert hogy ez felkalolt a Táncos Barna, és mi pedig megszerveztük. Nagyon fontos ez akkor a gazdák számára. Hány olyan tenyésztő van, aki kötelességének érzi, hogy itt legyen, mert hiszen ha itt van, akkor nyilván tanul, és ráadásul megismerkedhet más módszerekkel is. A más módszereket, azokat most egy kicsit nyitott szemmel járunk a világba, azt pont önöktől Magyarországról próbálunk másolni, a román fejlettebb juhászoktól próbálunk másolni, mert hogy köztudott, hogy ők Románia Kelet-Európa legnagyobb juhtartó országa, de nem mindenben járnak elő. Például a szervezeti formákban Magyarország sokkalta előbbre van, ezért van magyarországi előadónk, akitől sok mindent próbálunk tanulni, ellopni, hogy tudjuk alkalmazni a juhászatainkba. A hozadéka pedig egyszerű, már folyamatosan gazdát cserélnek a berbécsek, és amint látszik, nagyon van legalább 12 fajta berbécs, amiből már van vagy 5-6 törzskönyves fajta, tehát több. A másik kérdés, hogy hány gazda tartotta fontosnak, hát itt vagy 35 tehát ember van az, aki kiállított és vásárba hozta az állatát, de az egész közönségnek a 90%-a juhász vagy juhtartó gazda. Úgyhogy hogy mindenki ebben érdekelt. Egy ilyen találkozó megszervezéséhez kell egy csoport. Milyen formáját választották ennek megszervezéséhez? És most van egy szerencsénk ebben a kérdésben, mert újra alakult a Hargita megyei juhtenyésztők egyesülete. Bala István személyében új elnökünk is van, és a csapat most a Hargita megyei juhtenyésztők egyesülete köré alakult, és ők a szervezők valójában. A genetikai cserékről, illetve az előadásokból olyan segítséget kaphattak a gazdák, amelyek az eredménykényszerben lévő ágazat továbbélését könnyítik meg, hangsúlyozta Táncos Barna szenátor, a találkozó ötletgazdája és mentora. Szenátor úr, kettős minőségében is gratulálok önnek, a politikusnak és a gazdának, hiszen azt hiszem, hogy a fejlődés záloga a gazdák számára mindenképpen egy ilyen találkozó, ahol találkozhatnak, megbeszélhetik a gondjaikat, eszmét cserélhetnek, megoldásokat kereshetnek.
Valóban egy gazda igénynek felelünk meg akkor, amikor évről évre ezt a rendezvényt megszervezzük. A jótartó gazdák részéről jött anno a kérés, hogy abban a periódusban, amikor az apaállatokat, vagy annak a periódusnak az elején, amikor az apaállatokat a nyájba beengedik, akkor tartsunk egy ilyen berbécs vásárt, egy kos vásárt, az, hogy apaállatot, genetikát tudjanak cserélni. Örülök, hogy évről évre látványosabb, népesebb ez a rendezvény. Bízok abban, hogy azok az előadók, akik évről évre itt vannak mellettünk, a mezőgazdasági minisztérium szakemberei, magyarországi barátaink, ugye itt volt az idén a Magyar Jutató Egyesület nevében Miklós barátunk, Barna Miklós, mind olyan plusz tudnak adni a gazdáknak, amelyet felhasználva hatékonyabbak és eredményesebbek tudnak lenni. Nagy kihívás ma a juhászattal foglalkozni Romániában is, egy nehéz szakma, egy olyan hagyomány, amit nagyon sokan szeretnek folytatni, ennek ellenére egyre nagyobb problémát jelent a humán erőforrás, egyre nagyobb problémát jelent a termékek értékesítése. Válaszút előtt áll a romániai juhászat, hisz itt a hagyományos fajták még mindig dominálnak. Tízszeres az állomány a magyarországainak, és sokkal nagyobb a hatása is a gazdaságra, mezőgazdaságra, hogyha hanyatlik a jótartó ágazat. Én bízok abban, hogy a jövőben hasonló rendezvényekkel segíteni tudunk a gazdáknak. A Hargita megyei gazdák számára létkérdés a vásárokon összegyűjtött információ, hiszen minden hasznos tanács segítséget ad abban, hogy kilábaljanak az egyre növekvő recesszióból. Mit jelent Hargita megyének és mit jelent a gyergyóremetei gazdának a jó állomány? Hát a gyergyóremetei gazdáknak a Hargita megyének szerintem ez most egy épülő félbe van már, mondjuk be van épülve, nagyon szép hagyomány, nagyon szép munkálat, az emberek szeretnek dolgozni vélik, és ebből élünk, és ez jelenti, hogy jobban meg lehet egy cseppet élni, mint hogyha elmenni idegenyekbe, meg ide, meg oda. Hogyan lehet fejleszteni az állományt? Mi mindent kell tenni a hétköznapokon, hogy ez tényleg megélhetést biztosítson? Az állomány fejlesztése ez nagyon nehéz, mert az a helyzet, hogy ezek az állományokkal, a jó állománnyal dolgozni és a marha állománnyal éjjel-nappal mellette kell lenni. Az, hogy megélhetősi lehetőség egy kicsit jobban van, és a másik az, hogy aztán az állomány mellett szabadidőd nincsen, mindig le vagy kötve. Egy ilyen találkozó segít abban, hogy a jövőt építsék? Hát segíteni segít a fiataloknak már. Már mind én is, én már nem vagyok jövőben, mert kimenőben vagyok, úgyhogy már ez egy ilyen, nekem már ez egy kieső félben van. A fiataloknak, ha szeretik és mellék állnak, sőt jó volna, csak mi a, nincsen megfizetve, nincs annyi. Jó, kapnak támogatást, a támogatás ahhoz, hogy mennyi költés van, kivált Hargita megyében, ahol ilyen hideg vidék van, 6 hónap a tél, 6 hónapot benn kell lenni, 6 hónapot kint vagy, meg elég nehéz a hozzáállás. Nagyon szép ez az állomány, mutassa be, legyen szíves! Ezek egy, úgy mondjam, hogy én annak idején, mikor kezdtem vásárolni 14 éve ilyesmi, megindultam már gyerekkor óta, szerettem az állatot, megindultam, vásároltam Besztérce megyéből, vásároltam Szeben megyéből, Hátszegről vásároltam, és aztán azok úgy lassan kihallottak, és mind az én tenyészeim, ezek az állatok, ezek nagyon szép profilállatok, na úgy mondjam, szép bemutatványok. Ilyen van 204 darab jelenleg, volt több is, eladtam, mert már nem bírok magammal, meg beteges is lettem, és... Az egész napos jó hangulatú találkozó hozadéka, hogy a gazdák közösen gondolkodva összegyűjtsék azokat az információkat, amelyek elengedhetetlenül szükségesek az ágazat fennmaradásához. Első ízben rendeztek szabadtéri borfesztivált Székesfehérváron, a Bartók Béla téren, a Móri borvidék és az Etyek budai borvidék borászai pincészetei mutatkoztak be. Először rendezték meg Székesfehérváron a szabadtéri borfesztivált. Hancsi Viktóriának, a Nagyfehérvári Borbarát Fesztiválok életrehívójának az adta az ötletet, hogy a Szent István Művelődési Házban évről évre megrendezett borbemutatót és kóstolót nagy érdeklődés kísérte. A Bartók Béla téren az Albarégia Jazz Fesztivállal karöltve a bormustra is sikert ígért, hiszen sikerült a Móri, a Velence és az etyeki borvidékek mellett hazánk legjelentősebb borászai közül is meghívni néhányat.
Babik pincészetet 2011-ben alapítottuk, családi pincészet, 5 gyermekem van, és 31 hektár szőlővel rendelkezünk. Most 6-700 hektár bort készítünk, 25-30 ezer palackkal, Válvölgye, a 34-es kilométernél vagyunk mi az M7-es mellett, az Etyek-Udai borvidéknek egyik középső részén. Magában minőségi borokkal foglalkozunk, szállodákban, éttermekben próbálunk, illetve értékesítjük a boraink, illetve Budapesten. Székesfehérváron ezen a rendezvényen is azért veszünk részt, hogy szeretnénk egy kicsit mi is emelni magába a borkultúra, illetve a borászati rendezvénynek a fényét, mivel mi is egy budai borvidéken egy elég elismert pincészet vagyunk. Nagyon fontos, hogy az etyek-budai borvidékre jellemző szőlőfajtákból melyeket kínálnak? Ugye azt tudna, hogy Etyek-Budai borvidéket a 1850-es években ugye Tőle József azért hozta Etyek-Budára magába a pincészetet is, a pezsgő pincészetet, mert a pezsgő alapanyagnak, a rajnarizlinek, sardőnének, a zöld vertelénének ez az egyik legjobb tápanyagja, ugyanaz, mint Bordónak, tehát ugyanaz éghajlatra, illetve talajszerkezetre is. És ezeket a fajtákat mi is előtérbe helyeztük, 9 hektár rajnarizlinünk van, 10 hektár sardőnénk van, 1 hektár zöld vertelénk van, tehát magába a pezsgő alapanyagnak, illetve a jó boroknak az alapanyagát saját magunk tudjuk megtermelni. A Csóbor pincészet 1990 óta működik Agárdon, szőlőik az Etyek-Budai borvidéken belül a Velencei tó körül találhatók. A Velencei tó északi partján karakteres finom savakat adó szőlők, még a déli oldalon jellegzetes gyümölcsös illatokban, aromákban gazdag fajták teremnek, amelyekből kiváló minőségű borokat készítenek. A pincészetünk 2000 óta működik, édesapám a főborász, illetve a Csóbor Kisari Lindával ketten borászkodnak. Ez egy családi vállalkozás, az Etyek-Budai borvidék része vagyunk. Én az értékesítésbe veszek részt, mint Csóbor Nóra, a Csóbor Csilla testvérem a könyvelésbe, és a bátyánk Balázs pedig kint dolgozik édesapánkkal. Fehér, rozé, vörös borokat készítünk, 35 hektár termőterülettel rendelkezünk. Rendkívüli siker értek el ebben az esztendőben, hiszen a kékfrankos rozék az országban a legjobb lett. Azt hiszem, hogy ehhez csak gratulálni tudok. Egyébként egy ilyen siker mennyit dob egy borászaton? Mit gondol? Hát mindenképpen nagy dicsőség ez a borászatnak és édesapámnak, hiszen ezért dolgozunk. A siker az mindig elismerés, és egyre többen megismerik a borainkat, és emiatt is többen látogatják pincészetünket. És az elismerés mindig jó visszajelzés. Egy ilyen szabadtéri rendezvény ön szerint mennyit segít a borkultúrán? Hiszen azért nagyon is jól tudjuk, hogy a jó bornak is kell a cégér, igenis. Hát egy ilyen rendezvény az mindenképpen nagyobb térbe mutatja meg a pincészetünket. Ugye évről évre egyre többen megismerik a borunkat, és ez is lehetőséget ad arra, hogy még szélesebb közönségnek mutassuk be a kínálatunkat. A Sáfrán család Ságberényben, a Vértes déli lankáin 10 éve foglalkozik komolyabban szőlőtermesztéssel, borászattal. Kezdetben kis területen tették ezt, s ahogy egyre jobbak lettek a borok, úgy nőtt irántuk az érdeklődés, ezáltal a termőterület is. Mára a Sáfrán pincészet a Móri borvidék éke. Hát először is legyen valamennyi saját szőlő, de természetesen nem elhanyagolható, hogyha vásárolt szőlőből is készít az ember bort. Na most a szőlő után, hogyha megvan a megfelelő technológiai feldolgozó, ami a mai gyümölcsös boroknak az elengedhetetlen része, tulajdonképpen, és amikor elkészültek a borok, akkor természetes menet közben, erjedés közben, és a kóstolás, kézboroknál ugyanez, és amikor megtaláltuk a megfelelő állapotú kézbort, akkor jön a palackozás, és a palackokból az értékesítés. Ez nagyon fontos, nyilvánvaló, viszont envezzünk a mélyére, legalábbis olyan szinten, hogy melyek azok a szőlőfajták, amelyekből készült bor kelendő mostanság, hiszen ez folyton változik az ízlés. Hát ami például biztosan kelendő nálunk, az első termésétől kezdve azóta folyamatosan a generóza. Tehát lehet, hogy az újdonság hatása, de nagyon keresik az emberek. Természetesen nagyon keresik a könnyed gyümölcsös rozét, olasz rizlinget, sárga muskotájt, csabagyöngyét, írsait, ezeket főleg a fiatalok, főleg a hölgyek, és a komoly borfogyasztók, a 40 éves gyomorral ellátott borfogyasztók, azok természetesen keresik a rajnai rizlinget, sardonét. Elismert szakemberként mi a véleményed arról, hogy egy ilyen szabadtéri rendezvény mennyit segít a borkultúra ápolásában?
Nézd, ha abból indulunk ki, hogy Székesfehérvár egy több mint 100 000-es város, és gyakorlatilag borfesztivál érdemben idáig nem volt, mindenképpen megmutathatja a székesfehérvári lakosoknak azt, hogy a környékből, ugyan látjuk, hogy nem csak a környékből vannak, de főleg a környékből vannak borászatok, hogy a környékben azért milyen szintű minőségű borok teremhetnek, termelhetnek, készülnek, és ezáltal valószínű, hogy nyílhat számunkra egy olyan piac, amit még például Székesfehérvár nem fedezett fel, vagy csak részbe fedezett fel. A Gessler családi pincészete egy a nevéből is kitűnő Móri családi borászat a Móri borvidéken, amelyben erős alapot adott a múlt, a szorgalmas sváb identitás, az elődök tisztelete, ugyanakkor legalább olyan fontos családjuk jelenlétében és jövőjében, hogy kiváló minőségű borokat készítsenek. A Gessler családi pincészet egy sváb családi pincészet. Moron még a déd nagyszüleink kezdték el a borászkodást, és az édesapám és a nagybátyám, és most már az öcsém, mint ifjú borász, művelik a 38 hektár szőlőt, amivel rendelkezünk. Évről évre egyre többet telepítünk. Ugye a zászlósborunk az a Móri Ezerjó, Királylányka, Zöld Vertelini, Zenit, Chardonnay borokkal borokat készítünk, és egy 75 fős látványborászatban várjuk a vendégeket. Két pincénk van, de a nagy látványborászatban készülnek a borok, és itt is van a vendégfogadó rész. Mi gondol, egy ilyen szabadtéri borbemutató mennyit segít a szőlészborászok munkájának megismeréséhez, és a kiváló nevük megkóstolása segít-e az üzletben? Mindenképpen, és nagyon örülünk, hogy most már Székesfehérváron is van borfesztivál, hiszen itt ez egy ilyen üres volt, egy ilyen hiány, és végre most már jó időben nyáron is meg lehet kóstolni a környékbeli borokat. És tényleg mindenképpen fontos ez, hogy főleg helyben megmutassuk magunkat, mert azért 30 kilométer, azért mégiscsak 30 kilométer, és a Móri bornapokról sokan ismernek bennünket, meg a Móriakat, a legalább 15 Móri borászatot, ahova bárhova el lehet menni bort kóstolni, de azért ki is kell lépnünk, és meg is kell mutatni a borainkat, úgyhogy reméljük a 3 nap alatt minél többen kóstolnak legalább minden pincénél egy 1000 jót, minden Móri pincénél. Néhány családi pincészet már törekszik arra, hogy a borvidéknek arcot adjon, a borvidék erősségeire építsen. Ez a tendencia egyre inkább erősödik a borvidéken, amelynek egyszer az is eredménye lehet, hogy egy újabb kis borvidék léphet ki a feledés homályából, borairól pedig nem csak helyben vagy a környéken beszélnek, hanem szerte az országban. Ez egy nagyon fiatal pincészet, 2015-ben vásároltuk meg a pincét, Móron gazdálkodunk mi is, és alapvetően családi pincészet, a férjem és én foglalkozunk, illetve nagynénik, szülők. Azt nagyon fontos tudni rólunk, hogy alapvetően mi nem szőlészettel, borászatból élünk, a férjem villamosmérnök, én kerttervezéssel foglalkozom, tehát ez egy abszolút hobbi a részünkről, és egy olyan pincészetet szerettünk volna létrehozni, ami egy fiatalabb korosztályt próbál megszólítani, és ezzel egyfajta borkultúrát is szeretnénk terjeszteni a 30 alattiak számára is. Ezt próbáltuk a marketinges tevékenységeinkkel, az arculatunkkal erősíteni. A névválasztás is ezt egy picikét sugallja, Friday Winery a pincészetnek a neve, amit, ha akarnánk, fordíthatnánk pénteki pincészetként is. Sokszor megkérdezik tőlünk, hogy mi volt a névválasztás oka, miért nem lett a családnévből a pincészet neve is. Szerettünk volna egy olyan pincészetet, ami akár meg tud jelenni külföldi piacon is, illetve gondoltunk arra, hogy a péntek az valóban egy olyan nap, amikor az egész heti munka után mindenkinek jár egy kis pihenés, még a hétvégi családi programok előtt. Az ámoly szabadkai család mindössze 2 esztendeje foglalkozik professzionálisan borászkodással, mára már ott tartanak, hogy a legjobbak között tartják számon őket. Hát nagyon igyekeztünk mindent megtenni ahhoz, hogy ez így legyen, és nagyon-nagyon örülünk is, hogy ennyire tetszik a közönségnek a boraink minősége, és most az a nagy feladat, az óriási feladat, hogy volumenben is felnőjünk a kínálathoz. Mi 2 éve kezdtük forgalomba helyezni és árusítani a borainkat. Természetesen a tevékenységünk már régebbi időszakra tekint vissza,
A rozé az mindenképpen az egyik zászlós hajónk, ahogy a magyar jelenlegi borfogyasztási trendben ez teljesen beleilleszkedik az ország minden borvidékén szinte. Ezt nálunk is nagyon kedvelik. Ami nekünk ebben specialitásunk, hogy a Móri borvidéken egyedüliként készítünk portugízzel szőlőfajtából rozét. Arról ezt kell tudni arról a szőlőfajtáról, hogy ez villányban őshonos. Itt nálunk mégis nagyon szépen megterem és rozé alapanyagnak teljesen kiváló. És amellett a Chardonnay és a Riesling szilváni fehérborunk az, ami még nagyon kedvelt. Jelenleg ekkora a kínálatunk is, ekkora a szortiment, viszont az idei szürettől már még újabb kettő fajtával, Zenittel, Királyleánykával is ki fogunk egészülni. A borkultúra az emberiség történetének fontos része, megismertetésének elsődleges célja a szőlőről, a borról és annak készítéséről szóló, az általános művességhez kapcsolódó tudás átadása. Életünkben a borkultúra jellem, tudat és viselkedés formáló szereppel bír, ebben segített az első szabadtéri borfesztivál Székesfehérváron. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, minden jót kívánok mindnyájuknak, viszontlátásra!